A Proárteli Táncakadémia több versenyen is részt vett az elmúlt időszakban. Török György Melindát kérdeztük a versenyek eredményeiről. Több versenyen is részt vett az elmúlt időszakban a Proárteli Táncakadémia. Az Egyesület vezetőjét, Török György Melindát kérdezzük a versenyekről. Köszöntelek, mik voltak ezek a versenyek, amelyen részt vettetek, és milyen eredményekkel zártátok? Igen, ősszel több versenyt rendeztek, aminek ugye nagyon örülünk, hogy most ugye megint a pandémia megállít néhány szervezést ugye az emberek körében. Az első, mondjuk ami októberben volt a Magyar Bajnokság, ahol ifjúsági korosztályban volt egy harmadik helyünk, akkor a felnőttben ugye középdöntő, utána voltak a Esztenderből is, középdöntő. Most így hirtelen junior korosztályban és döntős, negyedik, harmadik, most pontosan így nem emlékszem a pontos helyezésre, de döntősök voltak. Aztán megrendezték a külön osztályoknak az országos bajnokságát, ahol B országos bajnokságon első helyünk van, C országos junior első hely, A osztályban pedig külföldön volt a párosunk, úgyhogy nem tudott indulni, mert akkor rendezték meg az ifjúsági világbajnokságot, ahol Jerevánban rendezték meg, és volt szerencsém kimenni a párossal, úgyhogy nagyon nagy élmény volt. 36-ok lettek, ami egy középmezőnyt jelent, de nagyon örülünk nekik, mert ez volt az első. Úgyhogy nagyon jól szerepeltek. Ez volt a két legfontosabb, a magyar bajnokság, meg az országos bajnokság, meg a világbajnokság. A versenyszezonnak lassan vége, de még pont holnap lesz az Európa bajnokság, ahová mennek szerepelni az ifjúsági párosunk, akikkel voltam ugye a világbajnokságon. Aztán ennyi, az évre ez bezárult, aztán januárban kezdődik újra. Mik is várhatóak a jövő évben, mind versenyek, mind táborok tekintetében? Úgy látom, vagy úgy tűnik a versenynaptárt nézve, hogy január-februárban már elkezdődnek a versenyek, lesz területi bajnokság, utána meg újra magyar bajnokság, most amit előrébb raktak márciusra, gondolom tavaly azért volt októberben, már a pandémia miatt ugye nem tudták megrendezni hamarabb, úgyhogy újraindul a versenyszezon már január végén már kezdődik, februárban is, ezért is lesz a téli táborunk, a nemzetközi téli táborunk, és megint nagyon neves tanárokat hívtunk. Ja, még amit nem mondtam már, hogy most lesz egy ilyen kisebb karácsonyi ünneplésünk, de nagyon zárt körül, mert ugye nem lehetünk olyan sokan, de hogy mindenki szerepel. Milyen tanfolyamok vannak itt az Egyesületnél? A tanfolyamaink, amit indultak szeptemberben, a felnőtt társas tánc tanfolyam, ami nagyon sikeres, tehát látjuk, hogy a felnőttek körében ez nagyon fontos, meg élvezik. Lady tánc a hölgyeknek, az is nagyon sikeres, tehát egyre többen vannak, akik ugye, mert szerintem a tánc azért egy olyan jó érzésre tölti le az embert, hogy szívesen jönnek felnőtt korosztály, gyerekkorosztály, minden korosztály, idősebb. Aztán a mazsorett csoport, ugye ők a kisebbek, ők is szépen fejlődnek, és a kezdő, ugye a művészeti iskolából, akiket így érdekel jobban a versenyzés, ott is már kialakult egy ilyen gyerek csoport. Versenytáncra az is egyre jobban, tehát hogy látjuk, hogy érdekeltek. A mini balett az is ugyanúgy, bár most nagyon nehéz volt ebben az utolsó két hónapban, hogy ugye több osztály lebetegedett, először az egy elsősök utána, tehát pont az a korosztály, akik ugye balettre járnak, úgyhogy néha több volt a hiányzás, de ők is nagyon szépen fejlődnek, meg a mini balett is egyre jobb, mert volt egy olyan időszak, amikor tényleg sokan voltak, de aztán újra bejött a betegség. Lezajlott a Berotel Networks Kft. Által megvalósított digitális hálózatfejlesztés záró rendezvénye. Az eseményen stábunk is részt vett. Az Ópusztaszeri faluházban tartotta a projekt záró rendezvényét a Berotel Networks Kft., amely 3 nyertes pályázattal valósított meg internetfejlesztést a Kisteleki és a Hevesi járásban. Cabula József Attila, a Berotel Networks Kft. Ügyvezető tulajdonosa köszöntötte a résztvevőket és ismertette a pályázat részleteit.
Én is nagy szeretettel köszöntöm a vendégeinket, a megjelenteket, és örülünk, hogy elérkeztünk ennek a pontra, amikor megtarthatjuk a Telesi és a Kisteleti járás NGA felhordó új generációs hálózatának átadó projektjének záró rendszerét. Társaságunk annak idején és ismertetünk a projektet valamilyen szinten kondológiai sorrendben. Társaságunk annak idején három pályázatot, három támogatást nyert fel. Ennek a három támogatásnak az összetevője volt Telesi járás, ami keretén belül 17 település optikai hálózatja való ellátását kiviteleztük, illetve a Kisteleti járás keretén belül ott két támogatást sikerült elnyernünk. Kistelkerül 6 települést láttunk el, és a második ráépülő hálózat folyamán a Kisteleti járás tanyagvilágát sikerült megnyernünk és támogatásban elvinni. A projekt célja ellátatlan területek, háztartások 30 megabit per szekundus internet sebességgel való ellátása. Azok a vállalkozások, állampolgárok beillesztése digitális világba, hogy minél több digitális szolgáltatást lehessenek a hálózatokon keresztül. És hogy egy kicsit általában a számok bűvöletében vagyunk, ezért beszéljen helyettünk azok a számok, amivel megvalósult ez a projekt. Gyakorlatilag a két járás területén a 23 településen mindösszesen 450 km felhordó és hozzáférési optikai hálózatot valósítottunk meg. Ennek keretén belül a technológiáról is rejtenek egy pár szót. Maga a technológia az mindenféleképpen arra törekedtünk, hogy kizárólag a saját központi szolgáltató egységeinktől optikai hálózaton és üvegszálak keresztül jussanak el a lakásokba a szolgáltatások. Tehát gyakorlatilag a mi hálózatunk az úgynevezett G-PON, FTTH G-PON szolgáltatáson alapszik, amivel végig üvegszálas optikai hálózatot valósítottunk meg. Ezen kívül a nyomvonali hálózaton kívül lefektünk a két járás területén közel 10 000 igényhelyet, 10 000 olyan háztartást mondatlan, ami gyakorlatilag 30 megabit per szekundumos szolgáltatással nem volt ellátva. Ennek igazából azért körülünk, hogy nagyjából felesleg volt a megvalósítás, egy közel-közel valamivel több mint 5 000 a Hevesi járásban és közel 5 000 a Kisteleki járásban, és a Kisteleki járásban elmondhatjuk azt, hogy tehát a közel 5 000 igénypont lefedésének az egyharmada, azaz igazán nem sűrű, hanem ritkán lakott tanyavilág ellátását szolgálta. Ezen kívül minden egyes településen létrehoztunk egy darab ingyenes közcélú wifi hotspot állomást, amivel gyakorlatilag a polgármester urakkal, asszonyokkal egyeztetett módon olyan frekventált helyeken telepítettük le ezeket a hotspotokat a települések központi helyén, hogy kvázi mindenki hozzá tudta férni. Tehát ha az utcán valaki éppen gyalogol, és valamit meg akar tekinteni az interneten, akkor ennek a hotspot segítségével bármikor fel tud csatlakozni az interneten. Ezen kívül ez a hálózat még nagyon sok mindenre ad lehetőséget. Rengeteg közintézményi pontot, kormányzati pontot építettünk ki, azáltal, hogy ezek az intézmények is be tudjanak kapcsolni a digitalizált világba. Ilyenek orvosi rendelők, könyvtárak, kultúrházak, ez a faluház, ahol most jelen pillanatban is vagyunk, iskolák, kórházak. Ezen kívül azért még elmondhatjuk azt is, hogy nem arra törekedtünk, hogy az
előírt pályázatban kötelezően szükséges szinteket tartsuk, hanem ezeket egy kicsit fölélőve, sőt, én azt mondom, nagyon is túl teljesítve lehoztuk, mivel maga a végterméke ennek az, hogy milyen szinten szolgáltat egy szolgáltató az ilyen új generációs hálózatról. Mi amit lehetett, ebből a maximumot kihoztuk. Jelen pillanatban is elindultak a szolgáltatások a területeken, ezeken a bekapcsolások folyamatosan vannak az ügyfeleink részére, ahogy egy hálózati rész megvalósult, akkor már nem is indítottuk a szolgáltatásokat. Viszont, hogy mivel teljesítettük túl, azzal, hogy nem a 30 megabit per szekundos szolgáltatást nyújtjuk ügyfeleinknek, hanem amit lehetőleg el tudunk kérni, ez jelen pillanatban már gigabites szolgáltatásról beszélünk. Vagyis minden egyes háztartásban, és különbözetet nem téve a városi, települési, sűrű lakott területek és a tanyavilág között kiemelten fontosnak tartjuk mindenhol 1000 megabit per szekundos szolgáltatást tudjuk nyújtani. Majd Nagy Sándor, Kistelekváros polgármestere folytatta a beszédeket. Mi a másik oldalon állunk? Mi az a oldalon állunk, ahol az emberek képviseletében, települési képviseletében kaphattunk, és folyamatban van egy olyan szolgáltatás, amire mai ember nyugodtan mondom, nyugdíjas vagy éppen a gyerek vágyik. És akkor, amikor kimondjuk, hogy szolgáltatás, akkor természetesen önök is biztos találkoztak másfajta szolgáltatással, egyben hajlamosak vagyunk mi a másik oldalon egyből elvárásokat megfogalmazni. És természetesen, mikor hallottuk a hírt, hogy Magyarország mindig maradjon itthon, különleges lehetőséget kap, hiszen egyfajta teljes ellátottságra akar törekedni a magyar kormány, és ezzel párhuzamosan minden járásban nem csak a települések, hanem a települések környezetében élő, úgynevezett nálunk az Alföldön tanyás térségnek hívjuk, az is elérhet egy olyan szolgáltatást, amire nem is tudom mit mondani a 21 évvel ezelőtt meghalt nagyapám, aki tanyas ember volt világ életében, hogy mit változhatott ezáltal a tanya az elmúlt 15-20 évben. Polgármester úr, azzal különleges helyzetben élünk, hogy mind a ketten tanyán élünk, a jó értelemben vett tanyán, és természetesen mi nem csak mint polgármesterek, hanem mint magánember is kicsit úgy kételkedve fogadtuk először azt, hogy egy tényleg nagyon ritkán lakott, szerintünk nagyon sokba kerülő beruházás valóban elérhet hozzánk is. És akkor, amikor igazgató úrral többször egyeztet le, láttuk, hogy ez valóság, sőt, a mi térségünkben tulajdonképpen két ütemben nyert beruházás gyakorlatilag teljesen lefette az egész járásunkat. Én nem tudok olyan tanyasi lakosról, hogy a belterületi lakosokról tud, az természetesnek veszük, hogy aki nézi el a könnyen elér a hálózat, de nem tudok olyan tanyasi lakosról, aki megkereste volna a webben, és azt mondta volna, hogy hát ez nagyon kiesik. Azt mondta, hogy nem az első ütemben, hanem második ütemben, de azt gondolom, ez egy óriási történet a szolgáltatások sorozatában. És én, aki nyugodtan mondhatom, talán a két térséget is képviselve egy picit most, szerintem mi köszönetet szeretnénk mondani elsősorban a magyar kormánynak ezért a támogatásért, és valljuk őszintén, hogy lakossági fórumon, amikor igazgató úr és kollégáim ott voltak, többször fölvetődött az a kérdés, hogy valóban én, aki lakok a József Attila utca 14 szám alatt, én ingyen megkapom a telekhatárra ezt a szolgáltatást? Ingyen beállnak vele, és utána én már csak idézel bennek a élvezeti részén vagyok, akkor jött a válasz, hogy igen. És ez a lehetőség, ez számtalan máshoz. Hogyha a sajtó mondjuk itt van, akkor nekem például ezért jött majdnem, hogy át Vajdaságból egy olyan nagyobb beruházás, ami egy 9 milliárdos beruházás munkál, mert azt látták, ahogy átjönnek Szeged, majdnem egy kis telek, és itt a vidéki kisvárosban semmiféle hátrányos különbség nincs már abban a szolgáltatás minőségben, amit egyébként a
a szakemberek az előttem megfogalmaztak, én nevezném ezt csak internetnek, akkor azt látják, egyébként ez Európának, a világnak olyan részévé válhattak a mi kis településeink, ami egyébként semmivel nem gyengébb szolgáltatást kap. Ezért az ilyen beruházásnak nyugodtan adható nem csak az a jóléti oldala, amit a lakos élvez, hanem az a jóléti oldala is van, amit egyébként gazdaságfejlesztésnek, településfejlesztésnek hívjuk. Én jól emlékszem még arra, és csak mint érdekesség, mi a Berotel előtt kezdtünk el együtt dolgozni, hogy mi megkapjuk azt az eredményt, hogy a közbeszerzés után a Berotel nyerte meg a kistelepítés törvénykének ezt a munkát. Mi azt gondolom, onnantól kezdve egymás vállán összevetve álltunk ehhez a munkához, és hiába kaptunk sok olyan támadást, amelyeket ezt a beruházást akadályozta, hogy nyugodtan mondhatom az elején egy-két szolgáltatónál is, és ugye a piacon azonnal megtörtént a felismerés, hogy a mi településeink is egyből fontosak lettek. Én azt gondolom, hogy ennek a munkának, a mi pici részünknek, ahol tiszteletben tartottuk azt a vállalkozót, aki a mi területünkön nekünk végez egyébként munkát, én jó magam is végigyekeztem minden partnerséget, kollégámat, Kácsok Petit, kollégát mellélettem egy hivatalról, hogy bármilyen egyébként, hogyha egy területen kell egy helyszíni bejárás, vagy kell egy szó, vagy kell az a helyismeret, amivel mi jobban rendelkezünk, akkor igenis adjuk meg, és a munkának egyetlen egy fontos dolga van, a végén elérjük azt az eredményt, amit el kell. Ha jól tudom, itt van köztünk az, aki ezt felügyelhette és felügyelheti ezt a munkát. Azt gondolom, köszönöm szépen, hogy a mi érdekünkben elsősorban felügyelte, és önnek is az volt az érdeke, vagy az adhatóságoknak, hogy mi a legjobb szolgáltatást kapjuk. Azt gondolom, mikor ma végre a fehér asztal mellett ülhetünk egy picit, és mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen egy projektzáráson vagyunk, akkor jó szándékkal mondhatjuk, hogy elégedettek vagyunk, elégedettek lettünk, és nyilvánvalóan még egyszer köszönetet mondunk a Berotelnek is annak valamint dolgozójának azért, ami a végeredményt hozta létre, mi akik a másik oldalban. Köszönjük szépen, neked beszél ezt a történetet. A beruházás pályázati része lezárult, de a jövőben további lehetőségek is várhatóak a hálózat további bővítésére. Majd a rendezvényt Cabula József Attila ügyvezető és Nagy Sándor polgármester a nemzeti színű szalag átvágásával zárta. Lovas programsorozatot szervezett a Szerifogathajtó Hagyományőrző Egyesület. A rendezvényen stábunk is részt vett. Kisteleken a Szeri Hagyományőrző Fogathajtó Egyesület szervezésében rendezték meg a Délalföld lovas életének előremutató, hagyományokra épülő, innovatív fejlesztése projekt nevet viselő rendezvénysorozatot. A szervező Gyurkovics Róbert felkérésére Nagy Sándor, a település vezetője nyitotta meg a rendezvényt. Köszönöm szépen, én is köszöntöm a lovakat szerető embereket, mert szerintem ide, aki eljött, az valamiért azért ő teme van egy közös dolog az életében, szereti a lovat. Amikor támogatásra ítéltük kolléganőm Temesvári Zsuzsa segítségével ezt a projektet, akkor azt kérdezzük meg ilyenkor magunktól, hogy mi ennek a célja. Miért éppen egy ilyen kap valamiféle támogatást. Én azt gondolom, hogy egyrészt az a neve, hogy hagyományőrző, másrészt meg ló, az mindenképpen jogosít bennünket arra, hogy kezdjünk el érdeklődni, hogy az Egyesület egyébként mind is tűzött ki célul. Nem beszéltem meg Róbival, meg senki mással, de bennem valami olyan fogalmazódott meg, hogy az a hagyomány, ami országunk talán az egyik a leghíresebbek a világon, amikor lóról, fogadhajtásról, lótartásról beszélünk, akkor azt mondom, hogy kutya kötelességünk ezt a módot valamilyen szinten továbbvinni, és ezt a hagyományt megőrizni, és átvetíteni egy kicsit erre a mai korra. Én azt gondolom, hogy az a rendezvénysorozat, ami picit hasonlónak tűnik, ami közel fél éve volt, vagy meg nem mondom pontosan, annak is már akkor az látszott, hogy itt egy-két ember, hanem azt mondom, egy-két őrült, elvakult ember
feladatának tekinti azt, hogy ne csak otthon a lovát, saját lovát csímozassa, hanem esetleg törődjön azzal lótartó, lovat szerető közösséggel, ami egyébként környezetünkben vagy távolabbi környezetünkben van. Ezért elsősorban a támogatás mellett én szeretnék köszönetet mondani, hogy vagytok ilyenek, akik egyébként ezt fölkaroltátok. Vagytok olyanok, akik egyébként ráadásul szemben sok hasonló mesterséget űző társadalmi réteggel nagyon gyakran azt tapasztaljuk, hogy egymás jó és rossz tapasztalatát, vagy éppen sajátjukét nem jó szívvel osztják meg a másikkal, nem akarnak egymástól egyébként ötletet lopni, nem akarnak jó tanácsot megosztani. Azt gondolom, hogy ez az egyesület és az itt emberek garanciák arra, hogy ez ne így legyen. Azt várom ettől, pályázattól is többek között, hogy olyan újabb impulzus, olyan újabb lökést kapjon ez az egész, ami egyébként mindannyiunkra kihatással van. Én ennek hatására megígérem, hogy veszek még két lovat. És azt jó szívvel még inkább tartom. Nyilván nekem könnyű beszélni, mert engem is elért az, hogy nagyapámnak, akinek világi életében lova volt, és Róháton járt még annak idején udvarolni, nem lehet az, hogy a pinc ne csak a pincéjét örökölje, és annak szokásait, hanem a lótartást is vigyem tovább. Úgyhogy jelentem, én sem vagyok nagyon kihúzó ebből a teremből, mert nekünk is van lovunk, mert egyszer az egyik barátunk azt mondta, hogy lehet ugyan ló nélkül élni, de minek. Ez persze nagyon egyszerűnek tűnik, meg nyilván az adottságokat rendbe kell raknunk, ezért én is azt gondolom, elsősorban ló miatt élünk tanyán, most már ez nem igaz, mert a ló nem lenne akkor is ott tenni, mert megszerettük azt a szabadságot. Szóval végezetül ez a rendezvény sorozat, ami egyébként még azt is kitűzte célul, hogy egyszer akár itt Kisteleken képzéssel is párosuljon majd, ne csak ilyen képzéssel, hanem az egyetemmel, vagy bármely olyan felsőfokú képzést biztosító intézetnek legyen Kisteleken, vagy ebben a járásban egy olyan helye, ahol valóságban azt a generációt, amit még most kezdünk fölnevelgetni, az egyébként kapjon olyan lehetőséget helyben is, amivel egyébként a lónak mindenféle változatával előrébb lehet jutni. Robival és itteniekkel erről már sokat beszéltünk, elindult egy kapcsolat az egyetem felé is, elindult egy jelzés, hogy mi ezt szeretnénk, és azt gondolom, hogy mind a szakma, mind pedig most hat képviselem én az önkormányzatot vagy a térséget, szándékunkban áll ezért tenni. Az előadás sorozatot Oszterák Kristóf kettes fogathajtó csapatvilágbajnok kezdte a ló és hajtójának összhangjáról tartott előadásával. Én 2005 óta versenyszerűen űzöm ezt a sportot, igazából elég kicsi gyermek voltam még. Rettentő sokat segített a családom ebben, hogy ezt tudjuk csinálni, ugyanúgy igazából a bátyámmal együtt kezdtem el, nagypapámnak a tanyáján, a effektív az ő lovai, val, igazából én póni lovakkal kezdtem. Ezzel póni fogatat űztem 2013-ig, ami azt jelenti, hogy 3 darab világbajnokságon vettem részt póni fogattal, és akkor úgy döntöttem 2013-ban, hogy lépünk egy kategóriát, és elkezdtünk a nagy lovakkal foglalkozni. Nagyon fontos azt is tudni, hogy nyilván mint minden sport ez is költséges, de azt gondolom, hogy az egyik legköltségesebb sport a világon. Mivel hogy itt nem csak az a lényege, hogy az ember megvegye a lovat, hanem ehhez felszerelés is kell, mint majd később ki fogok térni erre is, ami nyilván meg ismételten költség. Ló, kamion, elmenni egy versenyre, ez mind hatalmas áldozattal jár, nem csak anyagilag, hanem az idő, az energia, meg mi odáig eljut az ember. De erről is egy kicsit később. 2015-ig aktívan versenyeztem, ott Fábián Sebessényi világbajnokságon is indultam, ez volt az első úgymond nagy lovakkal, kettes fogattal versenyeztem, és akkor úgy éreztem a világbajnokság után, hogy én nekem szükségem van egy kis más levegőre, hogy úgy mondjam, többet szerettem volna ebből az egészből tanulni, és akkor én ezt így a versenysportot egy kicsit félretettem,
és 16 februárjában úgy döntöttem, hogy én nekivágok a világnak, és kiutaztam Amerikába. Bocsánat. Fogadhajtó világbajnokhoz, Chester Weberhez, mint lóápoló, illetve segédhajtó, és amiben tudtam, próbáltam neki segíteni ahhoz, hogy ő eredményes legyen. A rendezvénysorozat 3 hétig tartott, melyben több hagyományokra épülő, innovatív, a lótartással kapcsolatos témát érintettek az előadók.